Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Miskolcon. Ahogy ez már szokásunk, mondjuk el a tiszta univerzum mantráját közösen hétszer. Om, na. szépen. Mi mással is kezdhetném a ma esti Dharma beszédet, mint a négyféle ilyenséggel, hiszen egy olyan helyen vagyunk, ahol az advaita, a nem kettőség tanát naponta gyakorolják. Olyasféle tanítás ez, amely túlmegy a logika argumentumain, tisztán lát, tisztán tapasztal. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ha tisztán tartod a tudatod, látod, hogy az ég kék, a fű zöld, az autók odakint mennek, mi ide bent ülünk. Ez a tiszta, tükörszerű tudatműködése. Ahhoz azonban, hogy ehhez visszatérjünk, az egyévállás tapasztalata kell, hiszen nagyon sok gondolatunk, érzelmünk darabokra töri ezt a tükröt, esetleg beszennyezi. És éppen ezért szükség van arra az egyévállás tapasztalatra, amelyet annyiféleképpen elérhetünk, de nagyon kevés úton tarthatunk meg. Egy hagyomány arról ismerszik meg, hogy azon az úton tartod meg a tiszta tudatot, amilyen úton eléred. E két módszer nem különbözik. Ezért megbízható, működik rövid, közép és hosszú távon egyaránt. Amikor meg akarod haladni a kettősségeket, a dualitásokat, a belső káoszt és rendet akarsz belül teremteni, akkor az egyévvállás tapasztalata kell. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Megszűntek a kettősségek, és ezt hívjuk az egyévállás ilyenségének. Nincs neve, nincs formája, nincs jövése és menése, nem fogható szóba, nem fejezhető ki formákkal. Mégis az egyévállás tapasztalata nélkül nem teljes az életünk, rengeteg féleképpen elérjük, legyen az érzékszervi hatás, kreativitás, elmerülés valamilyen tevékenységben, de nagyon kevés az az út, amin ez megtartható vagy átadható. Az egyévállás ilyenségéből, a tiszta tudat tapasztalatából következik az igazság ilyensége. Amikor tényleg látom, hogy a fenyőfa zöld, a padló barna. Nem gondolkodom előtte, nem gondolkodom utána. És a következő, az pedig a cselekvés, a működés ilyensége. Ez az, amikor, ha valaki éhes enni adsz neki, valaki szomjas, inni adsz neki. De az előző kettő nélkül a működés nem tiszta. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki szomjas, de te az ételt erőlteted, mert te jobban tudod. A működés ilyenségének két változata van. Az egyik, amikor egyé válsz azzal az állapottal, amit meglátsz. Valaki szomorú, te is szomorú vagy, együtt érzel valaki sportol, fut, és beász mellé futni. A másik az odafordulás ilyensége. Ha valaki sportol, akkor kikészítesz neki vizet és ételt. Ha valaki szomorú, megvigasztalod. Tehát látjuk az egyévvállás ilyenségét, az igazság ilyenségét, amikor tisztán látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolkodunk. És a cselekvés ilyenségét legyen az Akár alanyi egyéválló, vagy tárgyi odaforduló. Kérdezhetnéd, hogy mi a negyedik, hiszen négyet ígértem. A negyedik az az ilyenség, nélküliség. Ez olyan helyzetekben adódik, amikor nincs egy lénynek vagy létezőnek megkülönböztető tudatossága. Ilyenek az állatok, a hegyek, olyan tudata, hogy kimondja, hogy én nincs. Az állatnak van megkülönböztető tudatossága, de tükröző tudata nincs. Nem különbözteti meg magát tudatosan a környezetétől. Működésében, viselkedésében igen, de tudatformájában nem. És épp ezért a kutya nem tud kutyátlanul viselkedni, a macska nem tud macskátlanul viselkedni, de az ember, mivel tudatos, gondolkodó lény, ezért tud embertelenül viselkedni, hogyha úgy dönt. Tehát a hegy, a víz, a folyó, a fauna és a flóra olyan tudatformával rendelkezik, ahol a kettősségek nem jelennek meg. Ezért az ilyenségre sincs szükségük, mert folyamatosan abban élnek. Ezért tanulhatunk a természettől. Minden egyes pillanatban minden egyes alkotó részétől a természetes, intelligens, helyes működést tanulhatjuk, hogy mi az ember dolga, mi az ember jelenlétének a feladata ezen a Földön. Tehát beszélünk így az ilyenség nélküliségről, az egyévállás ilyenségéről, az igazság ilyenségéről és a cselekvés ilyenségéről legyen az alanyi egyéválló, vagy tárgyóda forduló. Még akkor is, hogyha ez egy kicsit távolinak vagy homályosnak tűnik, érdemes megjegyezni, érdemes ezen a szemüvegen keresztül látni egy kicsit a világot, és szemügyre venni azt, hogy te valójában mit csinálsz. Hogyan érzékelsz? Hogyan gondolkodsz? Hogyan érzel? Hogyan kommunikálsz? Egyben van ez? Vagy pedig szét vagy szakadva nullákra és egyekre? Azt csinálod, amit akarsz? Tényleg? Vagy pedig csak a szokásaid vezérelnek? És bekapcsolnak modulok, programok, rutinok, és azt éled csak, mert nem haladtad meg őket, nem vetted ki az azonosság gyökerét, és ezért nem tehetsz másképp, mint amire kondicionáltak. Kívül is, belül is. Az EN tehát nem valamiféle abstrakció, semmi olyasmi, ahol sok elméleti tudásra lenne szükség. Nem épít olyan struktúrákat, mint például egy híd egyik partól a másikig. Az EN sokkal inkább hasonlít egy olyan átkeléshez, ahol a hátizsákodban már minden olyan kő benne van, amely a folyó átszeléséhez szükséges. Az első az a lépőkő, az a karma, amitől hajlandó vagy megszabadulni, ahol a dualisztikus viszonyt hajlandó vagy levetni, és ez az első lépőkő, az első lépés a folyóban, a második a következő lépés, a harmadik szintén a saját hátizsákodból a következő lépés. És bár nem látszik tisztán, hogy hol van a túlsó part, amikor az utolsó követ a hátizsákból bedobod a folyóba, a következő lépés lesz az. Miért? Mert elfogyott a karmád. Elfogyott az, amivel addig hamisan azonosultál, dualisztikus viszonyfűzött hozzá, illúziókat gyártottál, és ezáltal szenvedtél és szenvedtettél. Erre a szenvedésre nincs szükség. Az embernek nem az a dolga, hogy ezen a földön szenvedjen de ha nem figyel, ha nem tapasztal helyesen, akkor szenved és szenvedtet. A négyféle ilyenség mellé érdemes oda tenni a négy nemes igazságot, hogy bizony a Földön előfordul a szenvedés, ez a szenvedés ténye. Amikor azt kapjuk, amit nem szeretnénk, nem kapjuk azt, amit szeretnénk. Olyanokkal vagyunk együtt, akiknek nem kívánjuk a társaságát, és azokat hiányoljuk, akiknek a társaságában szeretnénk lenni. Ez a négy kisebb szenvedés. A születés, öregség, betegség, halál, ez a földi élet vele járója, és ezen négy nagy ügyében is természetesen tenni kell, hogy ne szenvedjünk, és ne szenvedtessünk ezek átélése közben. az emberi tudat mindenre képes. Képesek vagyunk darabokra szaggatni a világunkat, Ragaszkodni a véleményeinkhez, abszolút értékűnek kikiáltott kijelentéseket tenni, és mindezektől képesek vagyunk megszabadulni. Képesek vagyunk úgy látni a világot, mintha egy tiszta tükörben tennénk ezt, képesek vagyunk elérni az egyévállást, az igazság helyes felfogását, és a helyes működést vagy cselekvést. Honnan tudod, hogy a helyes úton jársz? kevesebb hibát követsz el. Több szeretetet és boldogságot tapasztalsz és tapasztaltatsz. Valahol az élet kényszerű dualizmusa kezd csökkenni, esetleg el is tűnik egy-egy áldott pillanatban. És akkor rájössz, hogy lehetséges a harmónia. Lehetséges projekciók nélkül élni. Nem kell az illúziókba kapaszkodni. Mert hogyha megláttad a szenvedés okát, a szenvedés megszüntetését, akkor végig is mehetsz a szenvedés megszüntetésének az útján. És a szenvedés megszüntetésének az útja ez a Nemes Nyolcrétű Ösvény. A Nemes Nyolcrétű Ösvény minden tagja azzal kezdődik, hogy helyes, helyes nézet, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes életvitel, helyes meditáció, helyes tapasztalás helyes felébredés. Hát mi emberek nem vagyunk semmilyen végzetre kárhoztatva a születésünk által, de magunkkal hozzuk a karmánkat. Magunkkal hozzuk a szokásainkat, az azonosulásainkat, a szeretem-nem szeretem tudatunkat, és ezeket mind képesek vagyunk meghaladni. Mind képesek vagyunk módosítani a karmánkon, ez a legnagyobb lehetősége ez a, ezen a földön, ezt úgy hívjuk, hogy a felébredés lehetősége. Mindenkiben ott van ez a képesség, hogy a bejáratnál látod, a bennem lévő fény köszönti a benned lévő fényt. Ez a mahaján a terminológiája szerint a buddha természet meghajol a másik buddha természete előtt. Kívánom azt, hogy mindannyian éljünk ezzel a lehetőséggel, mert a problémáink helyes és tartós megoldására őszintén szólva nem látok más esélyt. A megvilágosodott tudatnál magasabb minőségű nincs. A helyes probléma megoldáshoz tiszta tudatra van szükség. Az ilyenség helyes látására van szükség. És a Buddha ezt tanította, a vigyát, a látást, azt a fajta tudati tisztaságot, amely nem támaszkodik az írásokra, közvetlenül a valóságra, a tudatosságra irányul, ahol a felébredés nem valami különlegesség, hanem egyszerűen és tisztán igazi önvalónk tapasztalata, melynek átadása tudattól tudati közvetlenül történik, tanító és tanítvány, egyén és közösség között egyaránt. Most hallottátok a harmadik négyességet, és ez pedig a zen négy alapelve volt. Ígérem, hogy ma már több struktúrával nem sújtok senkit, ellenben tisztelettel várom azokat a kérdéseket, amelyeket föl szeretnétek tenni. A mai napi beszélgetés során szó esett arról, hogy reinkarnáció. És én kételkedő vagyok Általában kételkedem abban, amit mondanak nekem, hogy ez így van, vagy úgy van. Szeretem megtapasztalni a dolgokat. És amikor azt hallottam, hogy előző életemben mi is lehettem, vagy mit is csinálhattam, akkor így fölmerült bennem a kérdés, hogy tulajdonképpen amit én megtapasztaltam, hogy előző életemben az lehettem, az a képzeletem játéka, vagy az valóban egy lehetőség, hogy reinkarnációban az lehettem. És hogy hogyan tudom ezt a kettőt elkülöníteni egymástól? Elsősorban a buthát idézném, aki azt mondta, igazi önvalónk keresésének kétféle téves útja van. Az egyik az, hogy mi voltam, mi lehettem előző életemben, előző életeimben, a másik téves útja az, hogy mi leszek, mi lehetek következő életemben, vagy életeimben. Mind a kettő a téves nézetek dzsungelébe juttat. Ehelyett nézzük azt, hogy ebben az életemben, sőt ebben a pillanatban mi vagyok, mivé formálhatom magam. Bizony, a meditációs során felmerülnek élmények, és teljesen jogos a kétséged. Ezzel nem csak a nagyon magas szintű görög filozófusok lányai közé sorolhatod magad, akik nagyon profi módon kételkedtek, hanem megóvod a tudatot tisztaságát. Megóvod magad a jelenségekkel való azonosulástól és a téves nézetek hitétől. Van viszont a gyánának, a meditációnak egy olyan foka, amikor a megkülönböztető tudatosság és a fogalomalkotó tudatosság elcsitul, és a tárház tudatból valósághűen feljönnek emlékek. Ez nem rögtön, és nem könnyen jön. Az ember, mint pszichofizikum, nyolc tudatszínből áll. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, ez az öt fizikai érzékszerfesz köthető tudatosság, valamint a szintén test így agyfüggő fogalmi gondolkodás, ez a hatodik, Ebbe tartozik bele az összes név és forma kapcsolat, az összes elemző, fogalmazó, filozofikus, szintetizáló, analitikus tudatműködés. Majd ezt a hetedik megcímzi, és azt mondja, hogy ez jó vagy rossz. Helyes vagy helytelen. Ez a lámpa magas vagy alacsony. Tehát a dualitás teremtő, az a hetedik, és amit megcímeztél, bármilyen duális minőséggel, az eltárolódik a nyolcadikban, ami a tárház tudatod. A zen, mivel tiszta, tükörszerű jelenlétet tanít és gyakorol, ezért az első hétnek a tudatos tevékenységét előbb-utóbb kikapcsolja. Őrlángon van, így szoktuk mondani. Tehát a fogalomalkotó tudást, a fogalomalkotó tudatot, és a megkülönböztető tudatot, a meditációs módszer kikapcsolja. Ezt ma délután jó páran kicsit vagy nagyon tapasztaltátok, amikor így a tudat tükre előtt elkezd a jelenség sor szépen mendegélni, úgyhogy nem fűzöl hozzá semmilyen véleményt, nem kapcsol be egy újabb metaréteg az intelligenciádból, hogy rágyátson egy újabb narratívát, újabb magyarázatot, újabb indoklást, ezt is ki lehet kapcsolni akkor bizony az, ami a tudatküszöböd alatt ott dörömbölt, de eddig el volt folytva, az előjön. Ez lehet ebből az életből, és bizony lehet korábbi életeidből is. Ha te tudatosan, világosan megtartóztatod magad bármiféle fogalom réteg legyártásától, bármiféle megkülönböztetés legyártásától, hogyha az érzékszervi tartalmakhoz nem ragaszkodsz, akkor a tárháztudatból előjöhetnek olyan emlékek, amelyeknek nagyon erős poláris tartalma van. Vagy nagyon erős traumák, vagy nagyon erős örömök. De mindenképpen a létség átlagából pozitív vagy negatív értelemben kilendülnek. Ez azért jön föl, mert a meditációban, ha helyesen végezzük, Aktiváljuk a tudat öntisztító képességét. Ez a buddha természet működése. Ehhez megfelelő mennyiségű energia kell. Ha csak csöpögteted a vizet a koszos edényre, amire rászáradt az ételmaradék, nagyon nehéz elmosni. Ha két atmoszférás vissugárral nekiessel, akkor nagyon gyorsan leborotválja róla a maradékokat. Ugyanez a tudat energiájával. Ha a meditációban kellő energiát gyűjtünk össze, akkor a spontán aktiválja a tudat öntisztító képességét, és ekkor azok a traumák, amelyek gyengítettek, szennyeztek minket, szanszkitól a klésák, vagy más megközelítésben szanszkárák, ezek a felszínre jönnek, a tudatosodással elveszítik polaritásukat, mert az ilyenség tükrében látjuk őket, és nem nevezzük el jónak vagy rossznak, énnek vagy másnak, nem vetítünk ki, nem teremtünk újabb dualitást, és ekkor a megszabadulás bekövetkezhet. Tehát mihelyt úgy látod, ahogy van, megszűntél jónak vagy rossznak nevezni, hanem az okozatiság hálójában a tiszta cselekedet és következményeként láttad, azon nyomban visszaintegrálódik a személyiség normális rétegébe, és szépen visszament a tudattalamba, most már rendezve, most már letisztítva, most már jól látva azt, ami addig vagy nagyon pozitív volt, vagy nagyon negatív. Hogyan keletkeznek ezek a tudattartalmak? Azok a jelenségek, tapasztalatok, amelyek extrém örömöt vagy extrém fájdalmat okoznak, azokat a túlélő reflexünk elkülöníti. Tehát bezárja egy kis dobozba, hogy ez nagyon jó, ezt még szeretném, nehogy elmúljon, a másik pedig, hogy ez annyira rossz volt, hogy nehogy még egyszer előforduljon. Mind a kettő elszigetelő mozdulat egy ilyen kis buborékba zárja, és leteszi a tudattalamba. A probléma az, hogy ha hasonló feltételek fordulnak elő, mint ami az eredeti tapasztaláskor fönnállt, akkor ezek aktiválódnak, felébrednek, és megismétlődnek. Rávetülnek a valóságra, illúzió rétegként működnek csak azért, mert nem tudtam a múltól megszabadulni. És mindaddig, amíg poláris viszony fűz ezekhez az emlékekhez, addig nem is fogok megszabadulni tőle, mert a túlélő reflexem lefolytja. Nem engedi a felszíne kerülni, mert ez engem nagyon zavar, vagy hogyha nagyon nagy örömöt okoz, akkor kisajátít, monopolizál. És ehhez a meditáció tiszta tudata megfelelő tükörszerű látása kell, hogy úgy lássam a tapasztalatot, ahogy van. A zen nem regresszál, nem megy vissza előző életekbe, és nem is progresszív, nem megy következő életekbe sem. Ezekből szükségszerűen illúzió teremtés lenne. Az alaptétel az, hogy csak azok a tapasztalatok jönnek föl, amelyekhez extrém duális minősítés párosult. Ha ezeknek a környezete Korábbi emlékeket hoz föl, ez teljesen természetes. És hogyha úgy látod, mint a tudat öntisztulásának a folyamatát, akkor egy idő után nem fogunk meglepődni, és engedjük letisztulni, engedjük visszaintegrálódni, és így engedjük eltűnni, akár ebben az életben esetleges gyerekkori emlék, vagy pedig egy korábbi életben egy más identitáshoz fűződő emlék. Végszóra ezen válasz keretében annyit mondok, hogy egy teljesen természetes emberi pszichológia, hogy nem emlékszünk előző életeinkre. Amikor megszületünk, az énséget megteremti a hetedik megkülönböztető tudatosság, és a kezdettől fogva megkülönböztetjük magunkat a környezettől, és a környezet darabjait, szereplőit egymástól. Ez anyuka, ez nem anyuka. Ez hideg, ez meleg. Ezt szeretem, ezt nem szeretem. Ez én vagyok, ez nem én vagyok. És ez annyira erős, és erősnek kell lennie, hogy kialakít egy tudat küszöböt, amely felett tudatos vagyok, 10%, alatta pedig ott van a tudattalanom, az összes emlékkel, identitással lerétegezve, mint a mágia rakás, 90%. Nagyon fontos, hogy ez a küszöb, ez szilárd legyen. Mert visszazuhanunk az előző identitások barlangjába, és extrém esetben bizony tudatzavar lesz, mert az illető elveszíti ennek az inkarnációnak a tudatosságát, elfelejti, hogy ő kicsoda. Elfelejti, hogy milyen avatárt működtet. Feloszlik a személyisége a múlt és a jelen között. És ez nagyon fontos, hogy mindig ebből a pillanatból szemléljük a múlt, jelen és jövő ciklikus mendegélését, megjelenését és eltűnését, és ezt a pillanatot nem veszítjük el. Az énségrétegeit igen, de a jelenlétet azt nem. És ez a biztosíték arra, hogy nem fogunk visszazuhanni a barlangba, ahol eredetileg a csodalámpát kerestük, de megálltunk a kincses ládáknál, megálltunk a gyümölcsfáknál, és így a múlt emlékei megbénítanak minket, és sóbálványá válunk, és nem tudunk kijönni a barlangból az egyszerű, kopottas rézlámpással a napvilágra. Nem tudjuk a legbensőbb értékünket tudatosítani, és a csiszolással megfényesíteni. Úgyhogy bármilyen emlék is legyen, lássuk tisztán azokat, kerüljön minden emlék a helyére, érjük el a személyiség integritását, és akkor teljesen mindegy, hogy azok az emlékek honnan jönnek. Vannak olyan tanítványai, akik kategórikusan kizárják előző életek létezését, és ez nagyon nagyszerű, mert számukra ez működik. Vannak, akik nagyon sok életben hisznek, azokkal kicsit több a munka, de ővelük is lehet nagyon jól dolgozni, az a fontos, hogy ebben a pillanatban legyünk jelen tiszta tudattal. Jó? Nekem olyan kérdésem lenne, hogy mostanában elég nagy hullámvasúton utazok érzelmileg, tehát hol ideges vagyok, hol pedig sírhatnékom támad, és még nem sikerült leszállni róla, hogy hogyan... Nem is fogsz leszállni róla, mert az élet az egy hullámvasú gyűjtemény, szabályozd a sebességet egy kicsit. Ha túl gyorsan megy a hullámvasút, akkor lerepülsz róla, és ez nem jó. Hogyha a hullámvasút szépen hullámzik le és föl, akkor az teljesen emberi, nem szeretünk egy mesterségesen beállított semlegességben élni. Nekünk kellenek a magas és alacsony tapasztalatok, az öröm és a bánat. És e kettő kontrasztjában érezzük jól magunkat, mert a polaritások közötti feszültség az az akarat eredete. Ezért hozzuk magunkat néha kényszerhelyzetbe. Ezért szeretünk túlélő gyakorlatokat folytatni, vagy extrém, nagyon kreatív tapasztalatokba bocsátkozni. Érezzük a van és a nincs közötti átmenetet. Hogy a nincs és a van, a legyen közötti átmenetet. Az igazi kérdés, hogy merre megy a hullámvasút. Ez nem olyan, mint a vidámparkban, hogy tudod, hogy honnan indul, látod a pályáját, és ugyanoda visszaérkezik, és kiszállsz. Az élet hullámvasútjánál te ősz a kormánykeréknél. Te szabályzod azt, hogy merre megy, milyen hegyre kúszik föl, és utána milyen völgybe zuhan alá. Tehát a megfelelő próbatételekre van szükség, a megfelelő tapasztalatokra, hogy végre-végre a hullámvasút vezetője jöjjön rá, hogy ezt ő csinálja és ekkor vagy ura a hullámzásnak. Kiküszöbölni nem lehet. Irányítani lehet. Mennyiben hibázok olyankor, amikor nem szólok bele másnak a, a, hibájába, mert nem érzem magam feljogosítva mondjuk arra, hogy jobban tudjam, még halott esetben jobban tudom, vagy helyesebben látom, vagy tisztábban látom a dolgot, de vagy lustaságból, vagy nem tudom milyen módból, meg akarom neki hagyni azt a lehetőséget, hogy ezen ő végig menjen. Most ez nem tudom, mennyire tudatos a részemről, hogy ezt, hogy ezt miért csinálom. Ez azért nagyon erősen kapcsolatfüggő. Nem mindegy, hogy ki van a vonal végén, egy családtag, egy járókelő az utcán, vagy pedig mondjuk a rendőri szerv, aki uh -huh. irányítja a forgalmat, de te úgy gondolod, hogy ő irányíthatná jobban is nem mész oda, és azt mondod, hogy főtör zsúr. annak az iránynak azért öt másodperccel többet kéne ám adni, ezt nem tesszük. Viszont családtagjainkat néha figyelmeztetjük, hogy hát nem kéne erőn felül a fizetésből költeni, mert hát nem lesz ez így jó, drágák a hitelek. Tehát attól függ, hogy milyen kapcsolat, és nézd meg, hogy belül ő benne, és a világban kívül milyen eredményt hoz a beleszólás. Nagyon sokféleképpen lehet hozzászólni a másikhoz. Úgy is, hogy megtiszteltetésnek veszi, és úgy is, hogy egy arrogáns, teljesen tarthatatlan hozzáállásnak. Ez viszont már teljesen rajtad múlik. Nézd meg a helyzetet, hogy pontosan mi történik a helyzetben, nézd meg a kapcsolatot, és itt általában nagyon világos az, hogy jogos-e a beleszólás. Tehát fel kell ismerni a helyzetet. Helyesen teremtsünk kapcsolatot, és álljunk a másik oldalára lelkileg akkor is, hogyha tényszerűen javítani kell. És akkor megköszöni, és nem dobja le. Két esetet ö, találtam a félelem kapcsán. Ö, volt egy ö, olyan sor a szívszútrában, hogy a akadálytól mentes tudat rettenthetetlen, és van egy tapasztalati alapú félelem, amit én úgy gondolok, amikor konkrétan belenyúlok egy tűzbe, nem metaforikus, hanem tényleges tűzbe, onnantól kezdve attól a tűztől én félek. Tűzoltó vagy? Nem. Azért félsz Ha nem tudod eloltani, ne nyújj bele. A tűzoltókat kiképzik arra, hogy hogy kell úgy belenyúlni a tűzbe, hogy eloltsák. Azért félsz, mert a tapasztalathoz tapasztalatlanság is párosul. Igen, ez, 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 ez lett volna a kérdésem egyik része, hogy itt nyilván egy, egy tapasztalati alapú félelem munkálkodik bennem, gondolom én. A tapasztalatra adott Ra, reflexió, igen. hiszen ott valami hiányzik. Uh -huh. Ezért mondtam, hogy a tapasztalathoz más irányból tapasztalatlanság is uh -huh. párosul, uh -huh. és ezt az utóbbit kell felszámolni. Jó, a másikat is azért elmondanám, hogy ő, például beülök egy sofőr mellé, aki én úgy, úgy ítélek meg, hogy figyelmetlenül vezet, gyorsan vezet, rosszul mér fel helyzeteket, és kialakul egy olyan félelem, hogy ebből baj lehet. Ez a fajta félelem, viszont illuzórikus, vagy, mert hogy mondjuk konkrét tapasztalásom ezzel még nem volt, viszont a félelem az, az valós be kell kapcsolni a biztonsági övet. Az ülésen is, és a tudatban is. Ilyenkor maximális egyévállással, lássa szemével, dolgozza kezével, működj az elméjével együtt teljesen. Hiszen ha csak így ítéled, de nem így történik, akkor nincs baleset, de te félsz. Meg kell látni, hogy pontosan hogy dönt. Mert hogyha nem okoz balesetet, akkor viszont helyesen döntött. Akkor feleslegesen félte. Ilyenkor a mi történik kérdés el tudja oszlatni ezeket a felhőket, vagy pedig ha belemersz menni abba a tudatba, a képen ott van melletted, tedd fel a kérdést, mit csinál? És nem azt, hogy mit csinál, hanem hogy mit csinál, és átérzed a mozdulatait, tapasztalod az érzelmi állapotát, a döntések alapján látod, hogy milyen gondolatfolyamatok alapján tette ezt, és akkor tanulsz. Elfelejted a projekcióidat, és tanulsz a helyes tapasztaláson keresztül. Körülbelül 11 éve vagyok valamiféle úton, és tudom, már nem hiszek benne, hanem tudom, hogy vannak előző életeim, van a mostani életem, van testem, van lelkem, úgyhogy ki vagyok én? Ez lenne a kérdés. 11 éve jársz az úton, és még nem tudod? Még nem sikerült rájönni. Még jöjjön el ez az állapot? Eleinte ez információhiánynak fog tűnni, de utána kiderül, hogy ez valójában a téves nézetektől való mentesség. Akármelyik avatároddal azonosulsz, legyen az bármelyik élet, a jelenlegi vagy bármelyik elmúlt, teljesen tévútra visz. Ezt a személyiséget, működtest helyesen, a múlt összes tapasztalata ide juttatott ebbe a testbe, ezzel a lélekkel, ebbe a környezetbe. Minden itt van, ami házi feladat, mindenki itt van, akivel dolgod van ha tudnám, sem mondanám meg, hogy ki vagy. Jöjj rá! A zen jó út erre. Mert ha nem tudhatóba visszajössz, és a nem tudható, de tapasztalható tiszta tükörben tisztán látsz. Jó utat! Hát, az lenne a kérdés. Mély lélegzett, ide Antienbe, ezt a blokkot innen szépen eltávolítod, torok és szívcsakra megkönnyebbül, mély lélegzet. Nagyon jó. Kéztartást ellazítjuk, nem meditálsz, újak szépen lebegnek lazán. Megérkeztél. Mondjad. Hát az a kérdésem, hogyha mondjuk hibázok, akkor is mondjuk ezért valaki alakszik rám, akkor azt hogyan javíthatom ki? Oda mész elé, és megkérdezed, miért haragszol rám? Elmondja, annak egy része helyes lesz, a másik része helytelen, és akkor azt, amit el tudsz fogadni, arra azt mondod, kérlek, bocsáss meg azért, hogy, és elmondod azt, amit belül igaznak érzel ezen szó után. És megvárod a választ. A bűntudat a hiba kiavítását akadályozza. A hiba nem látása és elnemismerése ismerése szintén a hiba kiavítását akadályozza egyik szélsőség sem jó. A bűntudat, a hibával való azonosulás, a hiba nem látása pedig nem törődömség. Tartózkodjunk bármelyik szélsőségtől. Köszönöm. Szívesen. Én a célokról szeretnék kérdezni. Egyszer egy ilyen beszélgetésben már beszélgettünk róla, a célokról, és akkor kérdeztem Tűled, hogy mit csinálják, mert nagyon törekszem a célom felé. És akkor azt mondtad, hogy ne törekedjek, hanem váljak egyé a célommal. Így van. És a kérdésem az, hogy hogyan tudok egyé válni a célommal. Cselekedj tisztán, beszélj tisztán, haladj tisztán az úton. És meglátod, hogy a cél mindig is itt van előttünk. Mindig egy lépésre van. Szerintem neked már nem azon kell gondolkodni, hogy hogyan válj egyé a céllal, azt látom, hogy többszörösen elérted, sőt, újra elérted, hanem hogy hogyan használd föl azt, ami a célban történik. És itt jön a következő lépés, ajánd fel más lényeknek. Oszd meg másokkal az eredményt. Tégy képessé másokat is hasonló célok elérésére, amennyiben ők azt akarják. És akkor egy nagyon egészséges ciklus kezdődik el, a célok elérése szükségszerűen a személyes karma feloldásához vezet, mert csak mások segítésén keresztül tudjuk saját problémáinkat megoldani. És ezáltal a személyes karma megtisztul, ezáltal segíted a családot és vagy a csoportot, és természetesen haladunk az úton. A mai napnak a szervezése során, előző hetekben, főleg az elmúlt héten, nagyon erősen rám telepedett egy ilyen félelem a a tekintélyes személy szembeni valami fura érzés, ami... ami és hol találsz Igen, olyat? Tehát érzem, hogy mennyire irracionális, és, és, az agyam tudta, de mégis ördődtem, meg stresszeltem ezen a dolgon, és ez nem most először fordult elő, és ez, ez egy hatalmas akadály is tud lenni, de mégsem érzem azt, hogy bármit is tudnék ezzel kezdeni vele, és beszélgetések során kiderült, hogy nem én egyedül küzdök ezzel a problémával. Ha akár főnökkel, akár bárki olyannal kapcsolatban, aki, aki, számunkra fontos, hogy, milyen, hogy mit tudunk produkálni felé, vagy lerakni az asztalra. Mégis mit, mit lehetne kezdeni hasonló helyzetben? van egy olyan szervezeti és működési szabályzat, amely kettő pontból áll, ezt most ha tájtalanítjuk, az első pont az, hogy a főnöknek mindig igaza van. A második pont az, hogyha a főnöknek mégsem lenne igaza, akkor az első pont lép életbe. A buddha természet univerzális tanítása segít a lelkedet fölemelni és cselekvőképessé válni, és nem egy hamis tekintély tisztelet előtt meghajolni, hanem tényleg látni azt, amit tisztelsz a másik emberben. Mellette pedig látod azt, hogy a te buddha természeted, a főnök buddha természete, minden és mindenki, aki a szervezésben részt vesz, ezek buddha természete ugyanaz. A karma más. És hogyha ez így van, akkor el tudod végezni azt a munkát, amit el kell végezni, megadod a kellő tiszteletet annak, aki valamilyen szinten előbbre jár nálad, de ez nem kisebbségi érzéssel és megalázkodással párosul. Honnan tudod? Onnan, hogy az együttműködés harmonikus, és a cselekedet hatékony. Ha az ember elkezd remegni, kételkedni, beomlani, akkor valami belül nincs rendben. Hiszen csak azt a tekintét tudjuk tisztelni, aki helyesen gyakorolja azt, tehát kellő együttérzéssel és bölcsességgel teszi ezt, különben csak valami érdekviszony, vagy félelem, vagy egyéb kényszerít a tiszteletre. A természetesen felébredő tisztelet mögött minőségnek kell lenni. És ha ez nincs, akkor mi okunk lenne tisztelni az illetőt. Ez viszont nem a kisebbségi érzéssel, a megaláztatással az egyébbel párosó. Tisztában vagyok azzal, hogy Európa, több évszázados, esetleg több évezredes kollektív története tele van ilyen traumával, amit te most elmondtál. És az az érzésem, hogy mindenki, aki vezetői pozícióba kerül, bármilyen szinten, kötelessége megkülönböztetni ezt a hatalomgyakorlástól. A vezetés nem hatalomgyakorlás. A hatalomgyakorlás nem vezetés. Ezt a két fogalmat vidd haza magadban, és nézd meg a kettő közti különbséget. Ott lesz a megoldás. Benned is legyen világos, hogy te mikor gyakorolsz hatalmat, és mikor vezetsz. És hogyha ez a kettő megvan külön, szépen, nyugodtan, akkor meg tudod különböztetni a saját projekcióidat, a saját félelmeidet attól, ami tényleg szükséges. Egy fejjebb való felé. Jó? Miközben hallgattam valakit előbb, és nem tudom abba hagyni, pedig nagyon szeretném, hogy ne sírjak. Sírjál nyugodtan? Teljesen természetes. Így is meghallgatlak. Sok évvel ezelőtt, körülbelül 30 már biztos van. Annyira nagy volt a fájdalom és a szenvedés az életemben, hogy úgy döntöttem, hogy elengedek mindent. És az a célom, az a szándékom, hogy közvetlenül megtapasztaljam, hogy mi az élet. Ki vagyok én. Ezen az úton mindenfajta dolgot megcsináltam, mert az egyik mester azt mondta, hogy ezt kell csinálni, másik azt mondta, hogy ezt. A harmadik mondta, hogy nem azt kell, hanem nem ezt. Mindenfajta dolgot kipróbáltam. És oda jutottam, hogy ez az út, ez egy egyedüli út. És hogy teljesen egyedül vagyok. És hogy a perifériára kerültem. Ida. Mert mindig jobban igyekeztem megismerni önmagam, annál jobban nem értettek meg. Ida, itt ülök veled szemben. Itt ülsz középen. Itt vagyunk veled, ötvenen. Látod? Igen, látom, hallom. És érzem, hogy melyik ember feszült, nem feszült, mit gondol, jó gondolata van egy csomó embernek. Igen. Azonban nem vagyok annak a tudatában, hogy azt, amit én addig gondoltam, hogy ki vagyok én, valóban ki vagyok én. És hogy elveszítem a lényeget, mert annyira keresek állandóan. Ebben a kérdésben két hiba van, és ezt együttézően igyekszem javítani. Az egyik a ki, a másik az én. Ezt ki kéne venni a kérdésből. Akkor mi marad? Semmi. Nem. Nem. A lét. Mi a lét? Igen. Mi a lét? Igen. Nem. Mondd el nekem, mi a lét? Mi Nem, ez? csak maga, a lét. A mi az, amit te létnek nevezel? Itt a hiba. Tele van olyan ideával, ami hmm. terméketlen. És hát ezért a ki vagyok én helyett a mi ez kérdést, amit ma délután is tanítottunk. Dokeszonim és, és magam elmondtuk, hogy a mi ez kérdés visszajuttat az eredethez, ahol az alfa és az omega találkozik. Innen akartad tudni, és itt akartad érezni, és egy darab stabil pontot nem találtál, mert az összes gondolatod és érzelmed jön és megy, és nincs tartós válasz. Nem csak egy szaturnusz cikluson keresztül, mahakalpákon keresztül keresheted itt fönt, és nem lesz megnyugtató, békét hozó, stabil, tartós válasz, mert igazi önvalónk, igazi identitásunk nem tudható, érzelmekkel nem érezhető, de tapasztalható. Ezért folytatunk tantien praxist. Abban az állapotban kellő tantien fókusszal nem jelennek meg dualitások, nem válnak szét érzelmek, szavak, tettek és a többi gondolatok rossz helyen kerested, és ezért frusztráltad magad, és ezért van még mindig rengeteg trauma abban, amit te létnek nevezel. Mert a lét és a tudat nem vált még egyé. Tér vissza a gondolkodás elé, mindenféle dualitás elé, és akkor ez az egyéválás megtörténik. De ha a gondolatok útján keresed, soha nem fog bekövetkezni. Ha az érzelmeket követve keresed, soha nem lesz a tiéd. Ezeket merd elengedni, és ne ott keresd, ahol nincs. Itt és most ebben a pillanatban, és csak is ebben a pillanatban van, függetlenül minden keletkezett karmától, legyen az belül vagy kívül. Ide tér vissza. De ahhoz nem kell technika. Gondolkodsz. Egyszerűen nem bírom a technikákat már. Megint uram. gondolkodsz. Nem. Technika, nem technika, felejtsd el. Tedd félre. Csak ted. Most pedig csak fújt ki az orrodat. Belefújhatom. Bele! Amikor fújtad, gondolkodtál? Nem. Akkor fújt ki még egyszer. Á, nincs. Egyem a drága lelkedet. Majd lesz. Jó? Már rég tudod, mit kell csinálni, csináljad. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb kérdés. Amit mondani szeretnék, az, hogy, hogy olyan élettapasztalatokon mentem keresztül, amit azt gondolom, hogy, hogy mások, vagy sokan nem tapasztalták meg is. Ezért azt az együttérzésben arra, arra jutottam, hogy úgy abban a dologban tudunk együttérezni, amit már mi is megtapasztaltunk. Nem. És azt gondolom, igen, erre szeretném megkérdezni, hogy hogy működik ez. Nem kell drogfüggőnek lenned, hogy egy drogfüggővel együttérez. Nem kell bűnözőnek lenned, hogy egy bűnözővel együttérez. Csak Teljesen válj egy a lelkével, és akkor minden tapasztalat átjön. Vannak olyan dolgok, amiket tényleg saját magunknak kell tapasztalni, ahhoz, hogy felnőjünk, hogy emberek legyünk, hogy ezt az életet tudatosan járjuk. Tehát helyetted senki nem lehet szerelmes például, és ez nagyon jól van így de nem kell bizonyos extrém tapasztalatokat begyűjteni, vagy az életünket veszélybe sodorni, vagy a tudatunk integritását veszélyeztetni ahhoz, hogy együttérzőek legyünk. A szenvedés nagyon sokféleképpen megnyithat minket. Ne várd el a világtól, hogy szeressen. Te szeresd a világot, és akkor egyszer csak valaki viszonozza úgy, hogy az utolsó számjegyet megsúgod neki, és kinyitja a szíved. Jó? Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudom fenntartani a tiszta tudatot egy olyan szituációban, amikor véleménykülönbségek miatt ugye összeugranánk. Most mindegy, hogy párkapcsolat munkahelyi vagy akármilyen emberi kapcsolatról beszélünk. Van olyan helyzet, amikor a ragaszkodás helyes. Tehát ragaszkodjunk a tényekhez, engedjük el a véleményeket. Nyugodtan vitatkozzon a véleményeken az, aki akar. Tehát akkor nem vitatkozunk? Nem, nem, Rá maradunk a tényeknél. A tények valahogy azért közösek. A valóság nem véleményfüggő, az ember az, az ember nézetei uh -huh. azok. Így. De hogyha mondjuk dühös vagyok, akkor Akkor ne... már, mint egy akkor már nincs esélyem, hogy nincs. a tudatom tiszta legyen. Dühöt elengedtük, tantéhez visszajöttünk, kifújtuk magunkat, tettünk egy kört, és utána megint tisztán látunk, Megint tisztán hallunk, és érzed azt, amikor a beszéd nem jó helyről jön, érzed azt, amikor a dű teljesen lefedi az elmét, és akkor semmilyen döntés nem jó, és akkor időt kérünk, teret kérünk, visszavonulunk egy cseppet, megrágjuk, elszámolunk tízig, jó? De ha te már látod a saját negatív érzelmi reakcióidat, vagy az entrópiába torkoló gondolati reakcióidat, akkor viszont ne csinálj semmit. A teljes nem cselekvés állapotába, a teljesen mozdulatlan tudathoz vissza kell térni, mert a nagyon erős dualitásoktól szaggatott állapotban egyetlen karma sem helyes. Tehát a saját véleményeitől is szabadulj meg. Szívesen. Még van egy utolsó kérdése a meditációval kapcsolatban, hogyha leülök meditálni, és a gondolataimat azt nem, nem, tudom így megállítani, hogy ez hogy lehet. Ez attól lehetséges, hogy emberből vagy. Ne a gondolatokat akard megállítani, mert ami meg akarja állítani, az is egy gondolat. Ne játszunk rablópandúrt az elmével, mert nagyon gyorsan rövid zárlat lesz. Lásd a gondolkodást vont ki belőle az energiát, őrlángra szépen tessék visszacsökkenteni, és utána abból indítani, hogy amikor kell, gondolkodsz, amikor nem kell, nem gondolkodsz. Ez a feladat. Mit nevezünk látásnak? Mit látsz itt mögöttem? Semmit. Ó, hát ez nem így van. Hogy hívják ezt az anyagot? Függöny. Függöny. Ugye ezt látod? Na, ez a látás. Mi van a kezemben? Bot. Mit hallasz most? Hoppanást. Ennél adhatta egy jobb választ is. Zentanítványok, mit hallasz most? Korrekt. Na, így indulunk a tükröző tudat útján. Ez a látás, amit a buddha vigyának nevezett. A vizuálissal a legkönnyebb indítani. Utána pedig az a fajta percepció, reflexió, hogy tisztán hallasz, tisztán érzékelsz, tisztán szagolsz, gondolkodsz, érzel. Ez az a vidja, ami csak az ember sajátja, csak is igazi önvalónk eredeti funkciója. Úgyhogy a látás nagyon egyszerű és nagyon könnyű, de az a karma, amit rágyártunk, az nagyon komplex. És ezt a fajta felesleges bonyolultságot, a kaotikus, zavart komplexitást, ezt kellene az egyszerű és tiszta meditáció útján eltávolítanunk, mert ez nem szükséges senkinek nem végzete az, hogy szenvedjen és szenvedtessen, de hogyha követjük a karmánkat, akkor megtesszük. Ráfeszülünk a karmánkra, és azt hisszük, hogy nincs választási lehetőségünk. De van. Ha tiszta tudat tágas terében időzünk és megmaradunk ebben a pillanatban, akkor van választási lehetőségünk. Akkor tisztán látunk. És itt nem érvényes a megkülönböztetésnek. Dehogy nem. Csak a megkülönböztetést is látod, nem a megkülönböztetések uralkodnak rajtad, hanem te uralod a megkülönböztetéseket. Ez a különbség a megkülönböztetések látása és nem látása között. És ez óriási. Tehát látás az, amikor tudom, hogy mi a nem látás. Most egy kicsit túl sokat gondolkodtál. Okay. A látás az, amikor uralod a karmádat, uh -huh. a nem látás az, amikor a karmád ural téged. Lendben. Köszönöm. Köszönöm olyan kérdésem lenne, hogy a megbocsátás. Minden, tehát adott egy élethelyzet, nagyon-nagyon sok bántás, hogy mm, mindenképpen meg kell bocsátanom. Ha már eljutottam egy olyan szintre, hogy nem akarok, vagy, vagy mert nem akarom, nem akarok többet, több mindig ennek a bántásnak kitéve lenni, és emiatt például én rossz ember vagyok, hogy már egy idő után nem, nem tudok megbocsátani, hanem csak el akarom engedni és ki akarom zárni. Erős vagy. Miért hagyod magad bántani? Hát már nem hagyom. Csak ennek vannak vonzatai is, ami miatt nem, nem tudom teljesen kizárni. Mm, meg... Kérdezlek, meg lehet ütni az üres teret? Nem. Tér vissza az eredeti tiszta tudathoz a sérthetetlen. Csak a karmádat lehet sérteni. Csak az önképedet lehet sérteni. Eredeti tiszta tudatunkat nem. De akkor nem... Tehát nem kell olyan, mint amit az ilyen külső nyomásoknak úgymond megfelelem nyilván, hogy, én, hogy, hogy azt rám bélyegezzék, hogy én rossz ember vagyok, mert mindenféleképpen minden életedben meg kell bocsátani. Meg szeretnél bocsátani? Nem. Akkor ne bocsáss meg mindaddig, amíg nem érzed azt, hogy tényleg meg kell. Uh -huh. Miért? Mert akkor hamis. Tehát ne vegyünk fel egy olyan mesterséges viselkedést, Igen. amelytől egyébként szenvedünk. Aminek az igaztalanságától szenvedünk, amikor a másik féltől ezt tapasztaljuk, hogy rádvetítenek valami illúziót, azt akarják, hogy megfelelj neki, traumatizálnak, belégyalogolnak, sértenek. Nézd meg, hogy meg kell lebocsátani ahhoz, hogy megszabadulj ettől. Akkor létezik olyan, hogy nem. Rádbízom a tapasztalást, csak légy őszinte magadhoz. Ez az egyetlen egy kérésem. Nézd meg azt, hogy a megbocsátásból mi következik. A megbocsátás nem egy puszta erkölcsi magatartás, és végképp nem valami vallásos érzületnek a kivitelezése, vagy valamilyen íráshoz való ragaszkodás. Nézd meg, hogy benned mit teremt meg a megbocsátás, illetve a megbocsátás hiánya. Milyen leszel attól, hogyha ráfeszülsz egy traumára, egy negatív véleményalkotásra, milyen az, amikor nem bocsátasz meg másnak, vagy nem bocsátasz meg magadnak? Tudsz-e megbocsátani másnak, hogyha nem bocsátasz meg magadnak, és fordítva? Ezeket nézd meg, és a tisztánlátás szemével, a lélek tiszta ismeretével. Lásd meg azt az iratlan törvényt, amely szerint ezek működnek. A megbocsátás és hiánya magad felé és mások felé. A szabadság és a kötöttség. Ezeket egyben lásd, és akkor pontosan tudod, hogy mit kell tenni. Hogy meg kell lebocsátani, vagy sem. Kinek érdemes, és kinek nem. Mert a lélek a megszabadulásra vágyik, a boldogságra vágyik ezért aktiváljuk magunkban a megtisztulást, ezért szeretnénk valamilyen úton járni, amin elérhetjük azt a harmóniát, azt a szeretetet, amikor már nem sértjük egymást, amikor már nincs mit megbocsátani, és nincs is kinek. Ez lehetséges. Ezt az utat végig lehet járni, de ahhoz belül metszően őszintének kell lenned magadhoz, és így, mint napra éj következik jó horáció, hogy áll máshossal ész. Megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet, házigazdánknak a nagyvonalú gondoskodást erről a helyről, és örömmel látok mindenkit akár templomunkban, akár az itteni Miskolci-Szanga rendszeres foglalkozásán, avagy esetleg holnap Debrecenben. Köszönöm a figyelmet.